A nyírbátori ase jubileumi ünnepségén az Egyesület számos korábbi játékosa és edzője is jelen volt, és persze akadtak olyan vendégek is, akik másképpen kötődnek a klubhoz. Ilyen a Balkányban született Karsai Ferenc, aki annak idején edzéseken és versenyeken gyakran megfordult Nyírbátorban. Nagykálóba szocializálódtam a pingponghoz, tehát a nagykálói csapatban mindig közel volt Nyírbátor, és ismertem is a régi játékosokat is, és a Csekő Sanyi már régóta nagyon jó barátomnak merem mondani, és én is voltam itt ennél a klubnál, és szép dolog, amit mit megcsinált a nő a Tölgyesi lányjal is, meg különösen a Bencével, le a kalappal, és én nagyon örülök, hogy jól van, és az ember örül, hogy ilyen emberekkel újra találkozhat. Karsai Ferenc játékosként párosban kétszer is bajnoki ezüstérmet szerzett, abban az időszakban, amelyet a sportág egyik hazai aranykorának neveznek. Amikor annak idején a Jónyerik a 70-es években, 79-ben voltak világbajnokok, az is már 43 éve. Azóta nagyon megnőtt a konkurencia, több pénz lett a sportágban, nagyon kemény munka folyik, a kínaiak teljes mértékben átvették a hatalmat, Ázsia is, az irányítás is megváltozott. Hát ilyen hozzáállás, mint sok ilyen kellene, mint a Csekő Sanyi, meg más emberek Magyarországon, akik mindent rátettek az asztali teniszre, és akkor talán kitermelődnének olyan gyerekek, amiket ő kitermelt, vagy még talán még egy-kettő még jobb kitermelődhetne, tehát csak így lehetne, ha ilyen hozzáállású emberek vannak ebben a sportágban. A szakember 1995-től az osztrák válogatott mellett dolgozott, edzőként, majd szövetségi kapitányként. 25 Európa-bajnoki érem fűződik a nevéhez, a legnagyobb siker pedig Werner Schlager egyéni világbajnoki címe. Több tényező játszott közre, szerencsés tényező is, hát az alapállás az, hogy a munkát, az elég mióta átvettem, 7 évig voltam már az edzője, amikor világbajnok lett 8 évig. Azóta sokat dolgoztunk, ugyanakkor ugye akkor jött meg a szerelme, előtte önbizalmat adott neki, a kínai válogatott edző hibázott, stratégiai hibákat követette, meg a szerencse is volt, tehát minden összejött, hogy világbajnok legyen, ez ritkán jön össze valakinek. Hát én az a szerencsés voltam, hogy az én játékosomnak jött össze. Nagyon nehéz, mert azóta senki más nem nyert, csak a kínaiak. Hát valami nagyon nagy munka, meg minden össze kell, hogy jöjjön, hogy még egyszer ilyen legyen. A már nyugdíjas Karsai Ferenc nem szakadt el a sportágtól. Kiskunfélegyházán klubelnök, a testnevelési egyetemen edzőket képez, valamint rendszeresen tart tréningeket Belgiumban a válogatott versenyzőknek.